2024 évi korosztályos magyar bajnokság lány 16 egyéni versenyszámában a Dolfo kupáért díjakat átadja Simon István, a versenyigazgatója. Döntős és második helyzet lett Mr. Anna Vasos Eszé. Első helyzet és magyar bajnok Bevis Lujza teniszműhely. Első kiemelt voltál. Igen. Hogy érkeztél ide az OB-ra, a győzelem reményében, vagy pedig más is elfogadható lett volna a számodra? Nem, mindenképp a győzelem volt a cél, hogy végre nekem is meglegyen ez a cím, hogy országos bajnok, és így első kiemeltként ezt sikerült is teljesíteni. Neked ugye furcsa nyarad volt, mert te 6 héten át, ha jól tudom, egy ITF csapattal együtt edzőtáboroztál és versenyeztél. Milyen tapasztalataid voltak ott? Sikeres volt szerinted ez az edzőtábor? Mindenképp sikeres volt, sok tapasztalattal lettem gazdagabb, jó hosszú volt, ugye 6 hét, de szerintem nagyon jól sikerült, új emberekkel ismerkedtem meg, úgyhogy szerintem pozitív volt. Akkor nem csak a teniszpályán fejlődtél ezek szerint, hanem a teniszpályán kívül is. Most itt az OB-n mennyire volt neked nehéz eljutni a döntőig, és aztán a döntőben a... Szerintem a döntőig vezető úton olyan nagyon-nagyon nehéz meccseim nem voltak, azért most itt a döntőben oda kellett tenni magam, hogy nyerhessek, és hogy ennyi legyen az eredmény, de szerintem ma kiosztom magamból a legtöbbet. Szerinted mivel voltál jobb Annánál itt a mai napon a döntőben? Szerintem a fontosabb pontokat én hoztam el mindenképpen, egyrészt a gémlabdákat megcsináltam, amint volt lehetőségem, és szerintem stabilabban játszottam, amint ő. Nagyon-nagyon sokat fejlődtél az utóbbi időben, ezt te is elismered, ezt az OB cím is bizonyítja. Mi az, ami az erősséged lett neked most? Hát szerintem mindenképp stabilabbá váltam, labdabiztosabbá. A szervám is sokat fejlődött, a returnök is, úgyhogy ezek így mind hozzájárulnak szerintem. Terveid hosszú távon? Gondolom ezek most már nemzetközi tervek mind. Igen, igen. Nyilván az ITF-en a ranglistán minél előrébb kerülni, eredményeket elérni, szépen lépésről lépésre haladni. Anna, ugye te Svájcból érkeztél? Igen. Nem ismerted a mezőnyt. Milyen tapasztalataid születtek, és ugye elmeneteltél a döntőig? Hát szerintem nagyon jó meccseim voltak, így egy kicsit megismertem a lányokat, meg hogy milyen itt a mezőny, és igen, ugye második körben már rögtön a második kiemelt ellen kellett játszanom, ez azért egy nagyon szoros, fárasztó meccs volt, de utána szerencsére azért könnyebb meccsek következtek, aztán most a döntőben már eléggé elfáradtam, meg már nem bírtam annyira koncentrálni. Említsük meg, hogy Domán Évi az anyukád, aki ismert játékos volt Magyarországon. Miben a különbség? Tehát miben játszanak másképpen ezek a magyar lányok, mint amit te tanultál mostaná az utóbbi időben Svájcban? Szerintem igazából eléggé hasonló a stílus Magyarországon meg Svájcban. Szerintem Svájcban vannak azért még kettő jobb játékos van szerintem, úgy az én korosztályomban, akiket tényleg nagyon nehéz megverni. Ők már nemzetközében is nagyon jól játszanak, meg jó a ranglistájuk. De igen, szerintem kb. Úgy egy szinten. Miben volt jobb Izamit Manálat szerinted? Mi volt az, amivel ő nyert? Hát, igazából nem tudom, ugye nem ismertük egymást, vagy hát én legalábbis nem ismertem annyira jól. Igazából nem, szerintem jól kezdett, én fáradtan kezdtem még egy kicsit, nem voltam ott igazából a meccsen, aztán rájöttem, hogy mit kéne játszani, mi lenne a taktika, de nem volt egyszerűen már meg az energiám, hogy ezt végre tudjam hajtani. Miben szeretnél most még fejlődni? Azt, hogy mentálisan így hetek, vagy hát egy hétig így tudjak a versenyen játszani, és minden meccsen full, vagy hát teljesen fókuszban, meg minden koncentrálni. Igen.
Anyukád mit szokott mondani? Hiszen ő neki van azért tapasztalata. Az, hogy az utolsó pillanatig küzdjek. Ez a lényeg, hogy ne adjon fel a meccset.